Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek ma önökkel, veletek. Elsősorban szeretném megköszönni kormány megbízott úrnak a segítségét, vagy az ötletét, hogy ez a konferencia, ez a tájékoztató, és aztán remélem, hogy a végén kérdések formájában inkább beszélgetéssé simuló találkozásunk létrejöhetett. Elsőként az országban, mert hogy erre még más helyen nem került sor, ez is mutatja, hogy azért maguk szerencsés helyzetben vannak, mert egy olyan kormány megbízott van a megyében, aki szívén viseli a vadászat sorsát, és szívén viseli azt a kérdést is, hogy a hatósági feladatok, a földművelésügyi minisztériumi feladatok, a tájegységi fővadászi feladatok, ezek valamilyen formában megfelelően legyenek kezelve, és önök ezzel erről értesüljenek, és hasznos információkat tudjanak belőle összerakni. Egy nagyon fontos és nehéz időszakon vagyunk túl, amikor a parlamenti ciklus elejét megkezdtük, akkor mi magunk is úgy terveztük, hogy azért a ciklus végére nagyjából le tudjuk zárni azokat a kérdéseket, amelyek a vadgazdálkodási ágazat megújításával kapcsolatosak. Az pedig csak külön öröm, hogy nem csak a vadgazdálkodási ágazat jogszabályait sikerült megújítani ebbe a ciklusba, hanem az erdőgazdálkodásra vonatkozó szabályok is éppen megújulóban vannak az új erdőgazdálkodási törvény kapcsán, és még a ciklus elején egy kicsit faragtunk a nemzeti földalapról szóló törvényről is, illetőleg a földforgalmi, valamint a földtörvénnyel kapcsolatosan. És miért említem ezt? Mert ugye a vadászat, a vadgazdálkodás az elválaszthatatlan része a földtulajdonnak, és valahogy azért ezek a jogszabályok szépen egymásra épülnek. Van bennem egy kis hiányérzet a természetvédelmi törvény kapcsán. Jó lett volna ezt is ebben a ciklusban, ezzel a két törvénnyel együtt kezelve a együttjáró harmadik törvényként a természetvédelmi törvényt is megvitatni, és megfelelően alakítani a vadgazdálkodási és az erdőgazdálkodási törvényhez, de hát úgy tűnik, hogy ez egyenlőre a következő ciklusnak a feladata lesz. Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a vadgazdálkodási törvényhez hozzákezdtünk, akkor azt világosan tudtuk, hogy új, teljesen új strukturális alapokra nem szükséges helyezni ezt a törvényt. A 96-os törvény alapjaiban nem volt rossz, részmódosításokat kellett benne tenni, és abba az irányba indultunk el, hogy megkérdeztük a Országos Magyar Vadászkamara, a Védegylet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, tehát azokat, akik képviselik ennek az ágazatnak a szereplőit, hogy mégis mit tartanak a legjelentősebb problémának, melyek azok a problémák, amelyek igazán nyomasztják a vadász társadalmat. És ezek alapján világossá vált, hogy olyan kérdésekre kell majd valahogy válaszokat találjunk, mint a vadállomány helyzete Magyarországon, a nagy vadállomány minőségi, trófeaállomány minőségi romlása, a nagy vadállomány mennyiségi túlszaporulata, az apró vadállomány élőhelyének problematikája, az apró vadállomány drasztikusan csökkenő szaporulatának a helyzete, hogyan lehet fenntartani a vadgazdálkodási egyensúlyt a helyi földművesekkel, hogyan lehet a vadkár kérdését szabályozni, és egyébként is az üzemtervi ciklusok milyen hatással vannak a magyar vadgazdálkodásra. De ennek az egésznek volt egy alapvető rendezőelve, hogy már akkor is nagyban készültünk arra, hogy a 2021-es világkiáltást, akkor ez még így nem volt ugyan kimondva, de a 2021. évi világkiállításra Magyarország újra elő tudjon rukkolni valami olyasmivel, amivel az 1971-es világkiállításra elő tudott rukkolni. És ha még mindemellé veszem azt, hogy hova fejlődött a vadászati turizmus, mit jelent az európai vadászati turizmus, mit jelent a kontinensek közötti vadászati turizmus, akkor világossá vált az a kép, hogy nekünk, a szereplőknek, az ágazat szereplőinek, a jogalkotói oldalról is, érdekképviseleti oldalról is valamit villámgyorsan tennünk kell és változtatnunk kell. Ugyanis az a helyzet, hogy a magyar vadgazdálkodás színvonala az világhírű, legalábbis itthon. De sajnos kifele nem ez a helyzet. Márpedig én azt gondolom, hogy Magyarország adottságai, a magyar vadállomány minőségének genetikai adottságai,
a szaktudás, ami bennünk van, az mind alkalmassá tesz minket arra, hogy ne csak az érzelmeinkbe, a hitünkbe legyen a vadgazdálkodás színvonala, a világszínvonalú Magyarországon, hanem a valóságban is. Úgyhogy innen indultunk el, amikor elkezdtük ezeket a jogszabályokat megalkotni, és nagyon örülök, hogy ennek a beszélgetésnek, konferenciának, tájékoztatónak az volt az a címe, hogy a 20 éves vadgazdálkodási ciklus indulásáról beszélgetünk egy kicsit a tájegységi fővadászok jelenlétében. Mert az egészben, ami igazán innovatív és új a vadgazdálkodási törvényben, az a tájegységi vadgazdálkodási szemlélet, amitől alapvetően azt várjuk, hogy azokra a kérdésekre tudjon választ adni, hogy miért nem helyes, ha a bakonyi szarvasbika állománnyal 3000 hektáronként gazdálkodunk, tekintet nélkül arra, hogy a szomszédom mit csinál a saját vadászterületén. Vagy miért nem helyes az, hogy a Csongrád megyei vadászterületeken 3-4-5000 hektáronként gondolkodunk a mezei nyúl állományának a helyzetéről, mert így nem derülnek ki azok a hatalmas különbségek, hogy míg egyik vadászterületen, hasonló adottságú vadászterületen 500 mezei nyulat hasznosítanak egy vadászati idényben, a másik vadászterületen pedig 5000-et hasznosítanak, és ez nem egy barokkos túlzás, ezek exakt példaszerű számok. Vagy itt a bakonyban is. A bakonyi szarvasbika genetikai állományát önöknek, azt gondolom, tehát nem kell bemutatnom, a gimszarvas populációnak egy különlegessége a bakonyi. Jól tudjuk, nekem is az egyik szívem csücske a bakony, mint tájegység, jól tudjuk, hogy vannak ennél nagyobb bikák, meg valaminek szebb a terpesztése, meg talán a színe is más, meg azt is tudjuk, hogy azért a tápanyag kérdése alapvetően befolyásolja, hogy milyen trófeát rak föl, de mégiscsak van egy egyedi jellegzetessége ennek a gimbikának, formára, színre, mintára, méretre, mindenféle adottságot figyelembe véve. Ez elképzelhetetlen, hogy egyesével vadásztársaságok azon gondolkodjanak, hogy ő saját maga hogy kívánja ezt hasznosítani. Amihez egyébként szakmai segítséget semmit nem kap, mert a hatósági oldalról nagyon helyesen a kereteket szabják meg, amit részben ugye mi töltünk föl, mi adunk egy alapot hozzá, de a hatóság megszabja a kereteket. De szakmai segítséget nem kap, sőt, az a deviáns helyzet van, hogy adott esetben szakmailag abszolút képzetlen vadásztársasági elnök az, aki szakmai döntésekben is a munkáltató jogát gyakorolja annak a szakszemélyzetnek, akinek egyébként feladata lenne ezt az állományt valamilyen szinten kezelni és fenntartani. Ezekre valamilyen típusú választ adni kellett. Adni kell a gazdálkodási méretre is választ, hogy nem helyes, hogy egyesével nézzük ezeket a területeket, és hogy nincsen hozzá egy átfogó szemlélet, és adni kellett a szakmai segítséghez is egy választ. Erről szól, erről beszél, erről árulkodik a tájegységi fővadászi rendszer, ahol arra törekedtünk, hogy megpróbáljuk a szakma mobilis részéből a krémet leválogatni, megpróbáljunk olyan embereket bevonzani ennek a tájegységi fővadászi feladatok ellátására, akik képesek lesznek arra, hogy ebbe a szakmai munkába részt vegyenek, akik a hatósággal maximálisan együttműködve, hiszen egymásra vagyunk utalva más-más feladatkörök okán, és az adott tájegységen belüli vadászatra jogosultaknak a megfelelő szakmai irányítást, segítséget meg tudja adni. Az egy jó kérdés, hogy ez hova fog fejlődni. Egy ilyen beszélgetésen bátran szóba hozhatom azt, hogy ennél sokkal vérmesebb, komolyabb feladatköröket és jogköröket is kaphatnak majd ezek a tájegységi fővadászok. Ezt meglátjuk, hogy hova fog fejlődni ez. Ez elsősorban egyébként rajtuk fog múlni, hogy ők milyen típusú munkát végeznek el. De másodszorban rajtunk is múlni fog vadászokon, sportvadászokon, szenvedélyvadászokon, ahogy inkább az én ízlésemnek megfelelő megnevezést takar. Rajtunk is múlni fog az, hogy az ő munkájukat mennyire vagyunk hajlandóak elfogadni, mennyire vagyunk hajlandóak hallgatni rájuk, hiszen itt függőségi viszonyról még egyelőre nem beszélhetünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon komoly feladatokra vállalkozott a magyar kormány a 2021-es világkiállítással kapcsolatosan.
És ehhez mindenképpen nekünk is itt terepi szinten el kell kezdeni felzárkózni. Az a célunk, az imént említettem a vadgazdálkodás színvonalával kapcsolatosan, de a vadászturizmussal kapcsolatosan is, hogy újra megpróbáljunk minél nagyobb érdeklődést kiváltani a világban, hogy minél többen érkezzenek Magyarországra, minél többen ismerjék meg ezt a vadászati kultúrát, és ahogy látják is a sajtóból értesülve, azért nagyon szépen társ vagy mellék szakmák is felzárkóztak erre a világkiállításra, gasztronómiai kérdés, lovas turisztikai kérdés, egyéb turisztikai vonatkozásokban, vadhúsfeldolgozás vonatkozásában. Tehát egy olyan össznépi lehető, egy olyan előrelépés előtt állunk, amiben azt gondolom, hogy végre helyére kerülhetnek azok az elemek, amelyek az utóbbi évtizedekben elcsúsztak egymástól. És minden jogszabályi passzus is ennek megfelelően lett kialakítva, a 20 éves üzemtervi ciklus is nagy örömömre szolgál, hogy sem politikai szinten, sem szakmai szinten ezeket a döntéseket, az országgyűlés döntéseit nem érte komoly kritika, nagyjából egyhangulag támogatta a vadásztársadalom, függetlenül attól, hogy kinek mik voltak az érdekei. És szeretnék önöknek elsősorban, másodszorban a hatóságnak itt Veszprém megyében ahhoz is gratulálni, hogy ezt az egész 20 éves tervezési folyamatot úgy tudták megkezdeni, hogy egyetlen egy darab esetben van bírósági pereskedés még hátra. Az összes többi esetben itt Veszprém megyében szépen lezárultak a folyamatok. Ezt biztosan tudom annélkül, hogy egyesével ismerném a vadászterületeket, hogy önöknek nagyon sok kompromisszumot kellett kötni. De én szeretném megköszönni ezeket a kompromisszumokat, mert azt gondolom, hogy ez az, ami igazán előre vezet, és önök itt Veszprém megyében mindenképpen profitálni fognak abból, hogy ez a rendszer önöknél talán elsőként majdnem 100%-ban 2017. március 1-ével meg tudtak indulni. Abban reménykedem, hogy a következő időszakban olyan eredményekre fogunk tudni szert tenni, olyan eredmények fognak visszaköszönni hozzánk, statisztikai alapon is, erkölcsi alapon is, vadgazdálkodási alapon is, amelyek mind be fogják bizonyítani a vadászati törvényhez fűzött előzetes reményeinket, igazolni fogják az előzetes reményeinket, és látható számokban kifejezhető eredményeket fognak produkálni a magyar vadgazdálkodásért. Madesprach Viktor úgy fogalmaz, hogy aki az erdőt és a vadont ismeri, a legmagányosabb órákat is kellemesen tölti el. Nagyon szeretném önöknek azt kívánni, hogy így töltsék el ezeket az órákat, a tájegységi fővadászaimnak pedig azt, hogy ne kellemesen, hanem nagyon sok munkával töltsék el ezeket az órákat, és próbálják meg segíteni itt a teremben ülőknek a vadgazdálkodási szakmai munkáját, annak érdekében, hogy eljussunk arra a szintre, ahova el tudunk jutni. Külön szeretném megköszönni az Állami Erdőgazdaságok vezérigazgatójának, illetőleg a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatójának egyrészt, hogy eljöttek, másrészt, hogy a vadászterületek kialakításában szintén partnerek voltak, és így mindenkinél nyugvópontra kerülhetett ez a kérdés. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.